Szép napot kívánok nektek, már a kapucnim is fölkerült, arra húztam rá a kalapomat, jól nézek ki, de itt vagyok éppen a Bucsecs hegységbe, hátam mögött lehet látni már a Bábele szikláit, és hát a szél az kegyetlenül fúj, ahogy halljátok ti is, és nem sokára majd megpillanthatjuk a Szfinxet is. Hát itt van, amit nagyon kevesen ismernek, ugye a Transzbucsegi út, azt azon érdemes ide feljönni, nem felvonóval, mert ha nagy szél van, akkor nem működik a felvonó, de mindjárt mutatok itt táblát is, hogy milyen magasan lehetünk. Hát van sok épület, itt eléggé le van pukkanva, amit látjátok itt errefele. Itt legalább egy kicsit megmelegedhet az ember, és vagy pedig lemegy ide a völgybe, és hát ott is kellemes, nem olyan hideg, hegyvidéki időjárás van, mint itt. Na, hát menjünk oda a Bábele sziklájáig, tartsatok velünk máskor is itt a kis filmjeinkben, és ne felejtsetek el feliratkozni. A YouTube... Jaj. No, tehát ne felejtsetek el feliratkozni ide a YouTube csatornánkra, és tartsatok velünk máskor is itt a kis filmjeinkben. És ez itt a Bábele sziklái, amint lehet látni. Csinálok egy fotót is róla, már amennyire tudok. És hát igen, arra fele kell még tovább menni a... Tessék? Nem, hát ezek is ilyen szikla képződmények, érted? És... Látjátok, micsoda. Hát itt az erős szél, látod-e, Árpi, olyan épület is van, megkezdte még a szigetelést is, mi? Láttam, teljesen lecsupaszított. Jaj. Ja, ott messze is, ott középen lehet látni még hófoltokat. Hát figyeljetek, itt most is vagyunk már, vagy 2200 méter magasan. Igen, úgy. Hát itt mutatom messziről is a Bábele szikláit. Van ugye több ilyen képződmény. Még erre itt középen, hátul arra is rá lehet mondani, olyasmi, mintha egy szfinx lenne, mert ugye alsó test és fej, és ott középen pedig ott van egy ilyen, egy fúró torony, kilátó, egy kis katonai bázis, vagy valami olyasmi. Milyen titkokat rejtegethet szerintetek? Nos, hát itt van előttem a Sphinx. Hát van valami román felirat, ugye? Hát most 2216 méter magasan vagyunk. Hát nem kevés. A messzességben középen lehet látni a Királykő hegységet, az sincs 2300, ez pedig itt még mindig a Bucsecs. Ott is vannak ilyen furcsa sziklaképződmények ott középen. Na de menjünk tovább, nézzük meg a Szfinxet, lássátok, hogy bontakozik ki, és döntsétek el, hogy hasonlít-e a tényleg a Sphinxhez. Közben a szél az még mindig fúj. Nos, szerintetek?
Hát ez a Sphinx a Bucsecs hegységben. És jövünk egy kicsit arrébb. És már nem hasonlít a Sphinxhez, hanem valami UFO-hoz, vagy nem is tudom én mihez. Régebben föl is lehetett, ugye mászkálgattak az emberek, most már nem. Ez meg a Sphinxnek a másik oldala. És amiért ide megérte maximálisan feljönni, mutasd meg, legyél oly szíves erről az oldalról is. Ugye ez is olyan legenda, ugye az ember sokszor egy felhőbe, egy kövön, most egy sziklából kinéz olyan dolgokat, amiből aztán legendák születnek. Mint itt is ugye, hogy UFO-k voltak, meg titkos amerikai bázis, meg mit tudom én, micsoda van itt a Bucsecs hegységben. Az erre meg én azt mondom, hogy ez szerintem akkor hiszek ebbe, hogyha majd látom. Hát most láttam ugye Sphinxet egyik oldalról, tényleg hasonlít, másik oldalról meg abszolút nem, de amiért ide megéri feljönni. De a Bucsecs hegységbe is ez az, hogy így július végén fázik az ember, halljátok. És szélgyakit nem hoztam, de két pulóver rajtam van. Hát háttérben is látjátok, ott is vannak még sziklák, arrafele, meg elképesztő, gyönyörű panoráma van. Ide jön felvonóval is fel lehet jönni, hogyha nem fúj nagy szél. Úgyhogy a Bucsecs hegység is egy olyan élményeket kínál, ami ugye a magyar turisták elől rejtve van, mert úgy kiesik. Hát ez Brassótól, hát hogy idáig följöjjünk olyan 65 kilométer körülbelül. És hát ugye meg a Tömösi hágó után a Prahova völgyébe elég nehézkes a közlekedés. De gyertek föl, hogyha akartok még júliusi havat is látni, tartsatok velem máskor is itt a YouTube csatornámon. Én Péter voltam az erdélyi túráktól, és ne csak tartsatok velünk itt a YouTube csatornámon, hanem gyertek el hozzánk a Kászonok vidékére, onnan el tudlak hozni ide benneteket, szálljatok meg ti is az Akácos vendégházba, a Tarihegy tövébe, és mint mondtam is, tartsatok velünk máskor is a YouTube csatornánkon, mert én Erdély gyönyörű tájait próbálom bemutatni. Sziasztok!